A két héttel ezelőtti akcióban, amikor összesen 1600 hektárnyi terület égett, négy magyar kanizsa községbéli önkéntes tűzoltó utazott el háromnapos bevetésre, amint egy 1300 kilométerre lévő településre. Ott összesen négyen mentek el a mögöttünk látható, ma hindra típusú, gyorsbeavatkozó, terepjáró tűzoltóautónkkal, Azért volt erre a járműre szükség, mert a, a hegyre nem tudnak a tűzoltók, ami önök felmenni, ezért ez, a, ez, az autó nagyon ügyesen le tudta gyűrni a, a terepviszonyokat, és ott a helyszínen is még sokat kellett, hogy menjenek fel a hegyre, le a hegyre, biztosítsák a vizet a, azoknak a tűzoltóknak, akik a, az a háti puttony fecskendővel oltották a tüzet. A községben működő tűzoltóegyesületeket nem azért tartja fenn a község, hogy ilyen messzire menjenek tüzet oldani, de ez egy rendkívüli, aszályos év. Az ország keleti része halángokban áll és veszélyezteti a lakosokat és az erdőket, akkor segítséget kell nyújtani, tette hozzá Bajtai Balázs úgy kérték a segítséget a kollégák, hogy ügyelni, és ahol baj van, oda tudják aztán szállítani az embereinket. Most ugyanazon a helyen volt két nap is tűz, és ugyanarra a helyre lettek kivezényelve a kollégáink, ahol tényleg, tehát reggel 5-től körülbelül este 9-ig dolgoztak, úgyhogy a 40 fokban, meg plusz még a tűz is melegítette őket, úgyhogy minden ismerés, és köszönet nekik, hogy itt tudtak segíteni. Mivel jó az együttműködés a belügyi szervekkel, ezért hasonló esetekben ez a térség is megkapná a kellő támogatást katasztrófa esetén, mondta Bajtai.